Evangélium Szent Lukács könyvéből. Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz. Csípőtök legyen felövezve, kezetekben pedig égő gyertya legyen. Hasonlítsatok az olyan emberekhez, akik urukra várnak, hogy miért megérkezik a mennyegzőről és a zörget, rögtön ajtót nyissanak neki. Boldogok azok a szolgák, akiket uruk megérkezésekor ébren talál. Bizony mondom nektek, felövezi magát, asztalhoz ülteti őket, körüljár és felszolgál nekik. És ha a második vagy a harmadik örváltáskor érkezve is így találja őket, boldogok azok a szolgák. Gondoljátok meg, ha tudná házigazda, hogy melyik órában jön a tolvaj, nem engedné betörni házába. Éberen várjátok tehát az emberfiát, mert eljön abban az órában, amikor nem is gondoljátok. Szeretett testvéreim, az előző vasárnapi evangéliumban hallottuk Jézustól a példabeszédet az esztelen gazdagról, aki nagy vagyont halmozott fel magának. És ezen a példabeszéden keresztül Jézus nem elveti a pénzt, hanem sokkal inkább rávilágít arra az igazságra, hogy a pénz nem lehet az ember életének végső célja. A pénzt csupán eszközként használhatja fel az ember annak érdekében, hogy eljusson az üdvösségre. A mai vasárnapi evangélium pedig mondhatjuk azt is, hogy az előzőnek a folytatása. Csípőtök legyen felövezve, kezetekben pedig égő gyertya legyen. Jól tudjuk, hogy akinek fel van övezve a csípője, az valahova készül, sőt, mi több, útra készen áll. Külső szemlélőként a keresztény emberek igen sokat, szinte állandóan a halállal foglalkoznak abban a tekintetben, hogy földi életük csak átmenet. Jézus értelemszerűen nem azt kívánja meg tőlünk, hogy soha ne aludjunk, pihenjünk, hanem sokkal inkább arra hív meg bennünket, hogy életünkre mindig az örök élet távlatában tekintsünk. Ha az ember meg van győződve arról, hogy ahova megy, ott örömteli, számára szerető személy vagy kellemes esemény várja, akkor egyáltalán nem gondolkodik el azon, hogy menjen vagy ne menjen. Ez legyen a mi feladatunk is. Tekintsünk örömteli találkozásként, amikor számot kell adni Istennek földi életünkről, és éljünk olyan földi életet, amely éber élet volt, és amelyre büszkék lehetünk. Amen.